Az Eszterházy Károly Gyakorló Iskola június 4-én rendezett jótékonysági sportversenyt. Többek között az azon összegyűlt 250 ezer forint tette lehetővé a kárpátaljai diákok nyári táborozását. A hét elején Munkácsról érkezett az első csoport, őket Martonné Adler Ildikó alpolgármester fogadta a városházán. A diákoknak színes programot állítottak össze a vendéglátók. Első nap voltunk már a Bazilikában, második nap, ez vasárnap volt ugyebár, akkor voltunk túrára, biciklitúrára, majd pedig hétfőn ismét voltunk túrázni, akkor meg a Cifra istállót látogatunk meg Parádon. A kárpátaljai fiatalokra ráfért a kikapcsolódás, tekintve, hogy az ukrán válság megnehezíti mindennapjaikat. Nagy a nélkülözés, ugye, és hát romlanak az életviszony szintjei, úgy mint például az élelmiszerek ára felment, a benzinára, szóval nagyon nehéz a megélhetés. Csütörtökön újabb csapat érkezett, ezúttal Szürtéről. Egri programjukon természetesen a várat is meglátogatták. A magyarsági tudatot erősítjük szerintem. Eddig erről szólt, meg így általában szerintem igen, erről. Hát ismerkedünk az egész várossal, Magyarországgal, több gyerekekkel, úgyhogy ez így jó. Gyerekeink megismerhetik Magyarország kultúráját, megismerhetik ezt a történelmet jobban, hiszen tananyag nálunk is, mondjuk most itt vagyunk az Egri várban, és tananyag nálunk is, és emeli a magyarság tudatukat. És érezhetjük azt, hogy hiába kicsit távolabb vagyunk az anyországtól, mégis fontosak vagyunk, és ezt a tudatot itt nagyon erősítik bennünk. A gyerekek táborozását a gyakorló iskola mellett az Egri Végvár polgári kör és számos támogató cég tette lehetővé. Már adventkor a Végvár polgári körrel egy gyűjtést szerveztünk, és ilyen cipődobos ajándékokat állítottunk össze, cukorkát, könyveket, illetve édességet, játékokat. Aztán, ahogyan változott a politikai helyzet, és egyre felhősebb hideket hallottunk Kárpátaljáról, akkor gyűjtést szerveztünk, készpénzgyűjtést, több mint 270 ezer forintot gyűjtöttünk össze, és utána igazgatóval közösen arra az átadással jutottunk, hogy szervezünk nekik egy tábort. A két turnusban összesen 63 kárpátaljai diák ismerhette meg Egert és környékét.